Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a mai interjúban kedves vendégemet, Eckensberger Tündét, aki abból az alkalomból, hogy elérte az SA üzleti szintet a DXM-ben. Szia, Tünde! Szia, sziasztok! Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást! Az első kérdésem az lenne, hogy botlottál te bele a DXM-be, hogy találkoztál vele? Hát úgy botlottam bele, hogy többféle egészségügyi problémám volt, és miután a rendes orvoslásnál nem értem el eredményt, így kerestem alternatívákat, és valamiért, amit beütöttem a keresőbe, a Zoli oldalát, illetve a ti oldalatokat hozta ki. És aztán a Zolival vettem fel a kapcsolatot, és végül is így kerültem be ide ebbe a rendszerbe. Megnéztél több céget is, vagy többféle terméket is, vagy rögtön így ránk találtál? Megnéztem még egy másik céget is, de mind a két helyre írtam, de a másik helyen annyira flegma és elutasító volt ez az illető, akivel sikerült így felvenni a kapcsolatot, hogy arról le is tettem. Az Oli viszont nagyon segítőkész volt, úgyhogy így egyértelmű volt, hogy akkor errefelé indulok, ez lesz az én utam. És akkor gondolom, hogy vásároltál valamilyen terméket, és kipróbáltad. Igen, Zoli javaslatára ajánlott termékeket, és akkor azt kipróbáltam, és minden oké. Okay. Minden rendben rendeződött azóta, úgyhogy most már majdnem minden terméket végig próbálgattam, vagy én, vagy így családom belül, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk, mondhatom így. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon nehéz profétának lenni a saját hazánkban, szóval, hogy a saját családon belül nem volt egyszerű ám termékeket akár a saját gyerekeimnek is ajánlani. Neked mi a tapasztalatod ezzel? A gyerekeim, ők elfogadnak mindent. Tehát, ha én azt mondom, hogy az jó, abban ők ugyanúgy hisznek, ahogy én. Így például az allergia ellen a fekete kömény az nagyon bejött, illetve a spirulina a másik, ami a gyerekeknél nagyon bejött. Ők ezeket szedik, illetve ugye ezek kamaszkori pattanásokra az egyik gyerkőcnél adtam a cordycepset, és nagyon szépen elmúltak a pattanások, úgyhogy ez nagyon jó. Hát, hogy nagyon jó, tényleg jók a termékek. Ajánlotta, de családon kívül előfordult-e, hogy ismerősnek vagy kollégának ajánlottad a termékeket? Igen, a kollégáim közül ajánlottam többnek is, ők is vásárlók, illetve az egyik kollégám, aki szintén belépett a hálózatba, és ők is így próbálgatják. Vannak ilyen nagyon sláger termékek, de még egy kicsit visszakanyarodva, hogy a család mennyire fogadja el. Például a húgom egészségügy is, és ő abszolút elutasítja. Tényleg. Teket. Igen, tehát hogy ezek ilyen érdekes dolgok. Neki még így nem voltam elég meggyőző. Értem. Ahhoz, hogy valaki elérje ezt az SA szintet a DXM-be, ugye 4500 pontjának kell, hogy összegyűjjön, de akkor, ha egyedül és csak egy terméket fogyaszt, ez elég sokáig eltart. Neked meddig tartott elérni az SA szintet? Hát én szerintem ilyen közel egy év alatt sikerült. Nem volt egész egy év, mert azt hiszem, hogy tavaly augusztusban regisztráltam, és most júniusban sikerült elérnem az SA szintet. Hát mondhatjuk, hogy közel egy év. Ha, ez nagyon szép. De ez gondolom ennek köszönhető, hogy nem csak te fogyasztottad, és nem csak egy terméket, hanem akkor ezek szerint már... Hát a széles palettát használjuk, igen. Van-e kedvenc terméket? Van, persze a Black Café. Ó. Szóval nagyon jó frappé készíthető, úgyhogy imádom, nagyon szeretem. Hogy csinálod, meséld el? A melegbe. Hát egy fél zacskót szoktam hozzá használni, vagy fél tasakkal, pici hideg víz, és akkor van ilyen habosítom, azzal felhabosítom, vizet és kókusztejet teszek csak bele, tehát semmi cukrot. Nagyon jól hangzik. Ha még van kedvem, akkor egy kis jeget, úgyhogy nagyon ebben a meleggel nagyon finom. Amikor elérted ezt a szintet, akkor valamilyen módon megünnepelted-e, vagy de egyáltalán ez neked fontos-e ez a szint? Persze azért van, amennyire fontos, annak ellenére, hogy én így nem gondolkozok hálózatépítésben. Persze, hogyha valaki olyan az utamba esik, aki
rávolint, hogy igen, és neki ez tetszik, és építsünk hálózatot, akkor nem fogok rá nemet mondani. De én nem vagyok az a tipikus üzletépítő alkat. Van már eltűnni, hogy milyen az a tipikus üzletépítő? Szerinted milyen a tipikus? Hát nem tudom, én nem vagyok elég agilis, vagy lehet, hogy nem vagyok még túl nyitott, hogy így megszólítgassak embereket, vagy így technikailag nem vagyok eléggé felkészült, pedig nagyon sok segítséget kapok tőletek, de valahogy nekem ez a része, amire még nem megy. Itt még van miben fejlődni. Lehet, hogy abban is, hogy mit gondolsz arról, hogy kinek való az üzletépítés. Bárkinek. Bárkinek, aki szerintem eléggé nyitott. Pontosan. Hát... Ehhez a hálózatépítéshez. Ahogy hallottuk, téged se agitált senki, hogy belépj és fogyaszd a termékeket. Nem, senki nem agitált, és főleg ezért tetszett az, hogy ti abszolút ilyen empatikus hálózatépítők vagytok. Tehát én még soha nem találkoztam ilyen emberekkel, de tényleg. Tehát mindenki egyből, hogy na, akkor ezt vedd meg, és ezt is, és akkor na gyerünk, és még miért nincs meg az a pont a hónap végén, és még tessék venni, hogy meglegyen az a nem tudom én, ez a minimum szint. Itt nincs ez. Szóval ez nagyon pozitív, ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy vegyél terméket, na még ez kéne, még az kéne. Miért nem? Hány marketing terv volt? Mit csináltál? Miért nem valamitszol? Miért nem csinálunk, az biztos. És folyamatosan az, hogy miben tudtok segíteni, Zoli is állandóan megcsinálgatja, bármit kértem eddig tőle, szóval... Abszolút pozitív ez a része, és ezért egy kicsit lelkiismeretfordulásom is van, hogy én annyi mindent kapok, és én meg még egyelőre nem tudok annyi mindent visszaadni, hogy... Hát, mert ezt nem nekünk kell visszaadni, hanem azoknak, akik majd hozzá belépnek. Egy kicsit, mert ugye az mindenkinek jó, hogyha te sikeres vagy. És egy kicsit ezért emiatt lelkiismeretfordulásom van. Nem kell. Ezt meg kell, hogy mondjam neked. Nem kell, hogy legyen. Figyelj csak, ez olyan, mint a szülőség. Te már csak tudod, hány gyermeked van? Hát 5 közös gyerkőcünk van, és a férjemnek van még egy nagy lánya. Na, hát akkor bőven tudod, mit jelent szülőnek lenni. És az ember ugye ad folyamatosan a gyermekeinek, és nem azt várja, hogy majd azt mit visszakapja tőlük, hanem hogy ők azt továbbadják a saját gyermeküknek. Ugyanez van a hálózatépítésnél is. Hogy te, amit kapsz, azt majd add tovább azoknak, akik hozzá csatlakoznak. Hát most egy kicsit akkor megnyugtattál. Köszönöm szépen. A nagyszerű. Volt-e valami az utat során, amit ez alatt a nem egészen egy év alatt tanultál? Fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg, itt akár rátok gondolok, akár aki a dobbantó csoportban szokott lenni. Nagyon jó termékekkel ismerkedtem meg, és az MLM-nek egy egészen másfajta rendszerét ismertem meg. Tehát ez az empatikus hálózatépítés, ez nagyon, nagyon szimpatikus rendszer, és talán ezt tanultam eddig. Köszönöm szépen. Tünde, azt szeretném kérdezni, mire vagy a legbüszkébb? Hát, ha a magánéletemre gondolok, akkor természetesen a gyerekeimre, a családomra és a munkámra. Én, mint itt az üzletben is, igen, későn érő típus vagyok, és már az 5 gyerkőc mellett szereztem meg a diplomámat. Egy iskolában dolgozom, fejlesztőpedagógusként. És ami az érdekesség, hogy ugye most dobbantó csoportban vagyunk, nekem viszont dobbantó osztályom van, úgyhogy tavaly szeptembertől, úgyhogy a véletlenek. Tehát nincsenek véletlenek, szerintem. Illetve amikor ilyen azonosságok felmerülnek, azok általában azt jelzik, hogy jó úton vagy. Valószínű, meg ugye sokszor beszélgettünk, és a 7 szokás is szóba került, és... Tavaly végeztem el pont én is egy ilyen kurzust így az iskolán belül. Szóval igen, ezek valószínű, hogy nem véletlenek. Nagyon sok hasonló nem véletlen kívánok még a jövőben, és további sok sikert és jó egészséget. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm az interjút.